Hello mindenkit, viccelek, és az UVF, azaz unatkoztam, videóztam, feltettem. És ez pedig itt a mai online gémes rész lesz. A mai játékunk pedig az Accurate Snapshot LP, ami arról fog szólni, hogy egy jégkorongot kell a kapuba belejuttatni. Hát szerintem kezdhetjük is. Alapból lesz fogad minket itt a kezdőlapon, ugye link a leírásba. És indul is, egy ilyen kis animációban lehetünk először részesek. Ez egy Only Mouse Games nevű kiadótól származik, ami azt jelenti, hogy csak is az egeret kell benne használni, semmi mást. Akkor kezdjünk is egy new game-et. Először is megtanít minket a játék használatára. Lényeg az, hogy itt van egy kapu, itt pedig a jégkorong, és be kell ütni az ütővel a kapuba. És a lényeg az, hogy itt fent pedig azt számol, hogy hány csillagosat, vagyis hát, hogy hány csillagot ér nekünk az ütésünk. Minél gyorsabbak vagyunk, annál többet ér, hogy esetleg elrontottuk, akkor egy kattintásra vagy az R-bet megnyomásával lehet újra kezdeni. Akkor az elsőt már be is lövöm. A lényeg az, hogy ő eltalálja a kaput, utána már akár olyan pattoghat, akár ki is jöhet, akármit csinált, az már el van fogadva. Igen, itt egy emelt lövés, mellesleg... Hopsz, ezt elrontottam. Mellesleg a játékban meg van jelölve az, hogy milyen ívbe fog repülni és pattanni a korong, de ez csak limitált helyig, tehát nem mindjárt végtelenig, majd látni is fogjátok, majd egy nehezebb pályán, ezért csak ilyen bemelegítő, és innentől kezdve pedig már kezd nehezebbé válni a dolog. Itt azt a lenti abroncsot kell eltenni, hogy arról visszapattanjon, és belemenjen a kapuba. Hát ez most nem jött össze. Úgy kellene, hogy körülbelül ilyen ívbe. Igen, jó. Minél gyorsabbak vagyunk, annál több pontot, és annál több csillagot, és a csillagot átváltva pedig annál több pontot kapunk. Ó, ez már nehezebb pálya. A gyorsaság a lényeg, hát ez nem igazából így. Így. És igen, innentől már ki is pattant, akármi történhet, már elfogadja az olyan, hogy bevillan a lámpa, és elfogadja. Ezt azt úgy kell csinálni, hogy amikor bezárodik akkor. Szóval ez itt ugye mindig mozog, és itt kell úgy átjuttatni, hogy ne akadjon fent a korong. Kezdek egy újat, és úgy kellene, mikor megy lefelé, akkor ez az pont jó. Hát szúrja, jól be is bugolt, de elfogadta. Ja igen, ez jól néz ki. Ez jó pofa kis pálya volt, ez nem is annyira nehéz. És ugyanúgy már jön ez a malmos rész. Az előzőt, és amikor az előbb kipróbáltam, akkor kb. Itt fejeztem be. 8. szinten vagyunk, úgy látszik. Na igen, ez már nem volt, de nem tűnik túl nehéznek. De eléggé jó pofák ezek. Igen. Na hát akkor jön a következő. Ups, ez már nem volt. Ó, elsőre, hogy bement pont. Bár ez igazából csak a szerencsén múlott, mint láthattuk. Na itt most mit kell? Én nem bepattintani, hát nem. Jaj, aha. Hopp, bocsánat, remélem nem lehetett hallani a recsenős hangot. A szék megint megrecsent. Úgyhogy ide kellene beleütni. Ó, ez így nem igazából jó. Na, most jó lesz. Végre. Úgyhogy igazából egyre összetettebb már a játék. Látjátok, itt már nem lehet végig belátni, hogy mennyire fog pattani, megmutatom még egyszer. Egészen a második abroncsig lehet látni, onnantól kezdve pedig már nem. Úgyhogy ezért így azért nehezítik, tehát nem a végtelenig fogja nekünk becélozni, nekünk már csak kattintani kelljen, szóval ezért nem annyira egyszerű a dolgunk. Ó, ez már nehéznek tűnik. Ott, hogyha túllövöm, akkor ott a fáról nem tud bepattani, pontosan ezért már visszalöki. Hogyha meg nagyon gyenge, akkor meg valószínűleg vissza fog pattani, de majd mindjárt ki is derítem. Szóval ilyenkor most mit fog történni? Pont bemegy, ez az. Jó van. Jól haladunk, 14-es szint. Igazából nem tudom, mennyire hosszú ez a játék, de lehet egy részben nem fog beleférni, de igazából azért annyira nem egy nagy játék, hogy két részen át mutassam be. Így jó. Hát nem. Igazából ugye nem lehet annyira felemelni a korongot, amennyire csak akarjuk. Ugye itt van vége, mint láthatjuk, úgyhogy azt azért nem is úgy próbálom. Hanem ejtve kellene valahogyan. Így. Na. Menj bele, már csak egy pici kell. Az el kellene fogadni, benne van. Bár jó, tudom, a határán volt. Igazából. Most. Ez már csak belemegy. Hát teljes egészében, hogy benne legyen, de igazából benne volt szerencsére.
Nézzük a következőt. Hú, ez már valamennyire már összetettebb. Mind a kettőt kell figyelni, és elsőre, hogy bement. Egyébként ezek a jól elkészített pályák szerintem nagyon jók. Szépek, tetszenek. Ez is egy ilyen hűlős pálya, hogy ilyen szinte nem is kell csinálni semmit, mert tök jól végigmegy. Ez nagyon-nagyon tetszik ebbe a játékba. Ezt ezért találtam érdemesnek a bemutatásra. No, ez egy nehezebb pálya igazából. Mikor kellene? Most? Nem most. Nincs meg. De! Ez jó volt. Már nyomtam meg az R betűt, hogy ugye előről kezdjem, de így is jó lett. Na nézzük, itt is egyszerre kell a kettőre figyelni, hogy jó legyen. Ez itt már jó? Az még nem, de belemegy, akkor viszont mind a kettő jó. Igen, egyébként eléggé sok pályája van, azt hiszem, hopp, ezt csak találomra lőttem, hogy bement. Éppen csak megpöcköltem az egeret egyébként véletlenül, és pont jó volt. Szóval ez nem tudom, hogy mennyire nagyon hosszú pálya, de azt hiszem sok-sok pályája van, úgyhogy nem biztos mindent be fogom tudni majd mutatni. Na, és itt most éppen el is akadtam. Találjunk ki valami okos dolgot. Mondjuk ezt így. Ó, ez az. És ez meg egy összetettebb pályának tűnik. Hát ez így érdekes lesz. Nos, hát igen. Nem megy az már be. Ennyit belelökök, akkor is ugyanúgy ez történik. Hát először visszalöki, aztán megint, és belőtte. Jaj, de jó. Ez ilyen beijesztős volt, hogy elsőre nem akarta belőni. Itt már megint csak egy elég összetett dolog, de nem annyira nehéz remélhetőleg. De nehéz. Na most jó lesz. Most igazából jó kell, hogy legyen, nem? Nem! De csak felső kapu sincsen. Felső kapufa se volt meg. Bum. De az mi volt? Milyen nyomorékul pattant már? De ez most miért ilyen vacak? Ezt nem is értem. Most elvileg jó. És most meg ezért nem lövi el jól. Jaj, de nehéz ez a játék. És komolyan mellé lövi. Most ugye én vagyok a béna, de alapból most jó kell, hogy legyen, nem? De ez miért pattam fölé? Szóval, hogy nem is értem ezt az egészet néha. Na, csak bement. Na, bocsánat, hogy itt bénázok, de hát nem vagyok benne túl jó. Hát ez meg eléggé nehéz pálya. Jaj, most miért így van? Most mi van? Ja, jó van, megvan. Hú, itt most mind a kettőre kell figyelni, mikor az első felmegy, akkor a másik pont jól van, tehát most. Aha, ezt csak ugye ki kell kísérletezni, és ennyi. Ez jó volt, ez tetszett. Nolám. Hopp. Úgy, hogy normálisan pattanjon. Most jó lesz? Hát nem igazából. Nem is amiatt a fadarab miatt, mert az lökte volna ki, hanem alapból se jól pattant igazából, hogyha jobban megfigyelném, akkor most lehetne szerintem jó alapból. Most a fadarab miatt nem jó. Na most már jól akarnám. De most miért? Na most jó. Akkor az lemegy, vagy nem, mikor megy fel, akkor pont nem jó, mert akkor természetesen meg lefelé fog majd jönni. Tehát nem ez a jó taktika igazából. Arra kell, hogy rájöjjek. Ops. Na most jó. Akkor amikor megy lefelé, most, akkor se jó, mert valamiért egy centi múlott, hogy nem lett jó. Szóval itt ugye kicsit ügyességi, szóval, hogy igen. De most miért ilyen jó? Na most jó. Oké, most jó lesz. Akkor indul lefelé. De most megint csak kilöki. De most meg azért, mert hogy akkor ment le. Hú. Nehéz játék igazából. Jó, hát inkább nem is azt mondanám, hogy nehéz, hanem azt, hogy nem könnyű, szóval. Most. Ah, most jó lesz, ez az. Na, ez volt a 24. szint, akkor most jön a 25. Hát nem tudom összességében hány szint van, de lehet a 25 a max. Nem tudom, mindjárt ki is derítjük egyébként. Bum. És de szépen bement. Na és végre van vajon? Nem. Akkor nem csak 25 szintből áll. Hű, ez nehéznek tűnik. De nem nehéz. Jó van, pont úgy voltak elhelyezve, hogy egyértelműen segítik egymást. Ez jó. Na, ez már tényleg egy nehezebb pálya ránézésre. Akkor ez lemegy, akkor az ott pont feljön. De nem, jó van, megvan.
Ez most tényleg tisztelet a készítőknek, mert nagyon-nagyon jól van kitalálva. Nem annyira lehetetlen azért, csak kicsit rá kell jönni a taktikájára, és annyi. Jó, most ezt igazából erősebben kellene. Ez így nem lesz jó. Így viszont lehet, hogy jó lesz. Igen, pont bement. Hú, majdnem kipattant. Mikor mondtam, hogy igen, akkor még azért úgy látszott, hogy kijön, de végül nem. No. Hát ezt nem így. De ez lesz a megoldás, csak mikor az jön, akkor nem jó. De persze itt még pattan is kell, ami még sok idő igazából, úgyhogy nem, nem jó. Minél közelebb kell oda a jégtömbhöz itt ehhez, annál távolabb van a lapátoktól, mikor jön itt a... ez akkor... de nem jó, megint pont ellöki. Na nézzük, mi szerint megy, sok idő mire ott elmegy, szóval jön, elmegy és visszalöki pont. Akkor úgy csináljuk, hogy mikor itt üres a hely, akkor is pont visszalöki. Igazából pár másodpercen múlik, hogy vajon bemegye, de mikor jön, most ellökjük, akkor viszont túl gyenge. Akkor úgy kell, hogy erős is legyen, viszont ne legyen olyan túl gyors. Most nem, visszalöki. Hát igazából csak arra kell rájönni, hogy mi itt a taktika, mikor így jön el. Ez nagyon-nagyon nehéz most. Nem megy. Ha túl magasra lökném, akkor meg ott fent van az a jéghegy, mindjárt majd megmutatom. Most. Tehát ott van fent az a jéghegy, úgyhogy ott meg azért nem bírom átlőni. Jöhet nem jéghegy, de azért megmutatom, hogy így meg ezért nem lesz jó. És ez a megoldás. Hát de rossz. Ez érdekes volt. Itt most mi van? Ja, ez is olyan gépezet, ami be kell, hogy rúgja a kapuba. Á, nem pont jókor. Mert ugye, itt most arra kell ráhagyni, hogy jól berúgja éppen. Viszonylag gyorsan megy, úgyhogy, ja. Itt ettől a gumitól sajnos gyorsan elpattan, úgyhogy ezt is bele kell kalkulálni. És most átlökte fölötte, nem sokon múlott. Akkor most. Ez az. Jó van, csak rá kell jönni, hogy mikor kell elütni, ugye, hogy pont berúgja. Finish. Ennyi volt az egész játék. Igazából nem rövid, de hát azért mégiscsak 30 pálya, az nem annyira sok. Hát akkor jöjjön is az értékelés. Igazából a grafika ügyileg, itt most ugye gondolni kell arra, hogy a pálya mennyire szép, mennyire van kidolgozva, mennyire jó. Amit itt meg, hogy említsek, az igazából azért mégiscsak az, hogy a háttér nem annyira egyszínű, vannak felhők, ugye itt az égbolt, ami nem csak simán kék. Alapból jól ki van dolgozva, egy-két szebb textúra is létrejött benne. Igazából 1-10-ig kell ugye pontoznom, és a grafika terén most tegnapi kb. 7 pontot kaphatott, de ez most annál lehet, hogy egy kicsit jobban van kidolgozva. Összességében nálam 8 pontot kap a grafikájára, mivel azért sok-sok jó pálya van, és külön kellett kidolgozni mindegyik pályát. Amire az előbb akartam kitérni, ugye most az élvezhetőségnél vagyunk, ami már ide tartozik, azt szerintem az, hogy a pályák nagyon-nagyon jól vannak elkészítve, ugye, hogy szinte már maguktól adják az egészet, szóval, hogy ilyen ugratók, akármik, ami tényleg jó pofa és egy szép dolog. Ez így nálam az élvezhetőségnél kap egy 10-nél 9 pontot, ugyanis tényleg jól van megtervezve, és jó pofa ez az egész. Történet és a lényeg, hát túl nagy lényeg a játéknak nincsen, de hát azért mégse az simán csak ördöklős, be kell juttatni a korongot a kapuba, ugye van egy kis segítség. Igazából nem azt mondom, hogy közepes, mert azért jobb, mint egy ilyen átlagos játék. Hát egy 6 pontot kap most tőlem. Úgyhogy ez így összességében 23 pont. Ezt kell elosztani 3-mal, ami azt jelenti, hogy 7,6666. Úgyhogy igazából, hát nem kerekítek felfelé, inkább azt mondom, hogy 7,5, tehát 7,5 az összesített pontszáma, ami azért nem annyira rossz. Szóval 7,5 pontos játék, link a leírásban, ha akarjátok, akkor próbáljátok ki, hogyha esetleg elakadtok, akkor nézzetek bele a videómba, ugye azért is csináltam ezt az egészet. Örülök, hogy sikerült az egészet végigvinni elsőre mindenféle próbálkozás nélkül. Körülbelül az 5-7, vagy inkább a 8. pályáig próbáltam még videózás előtt, de utána pedig már minden csak így hirtelen próbáltam rögtönözni. Úgyhogy akkor ez a bemutató és tesztelés, valamint értékelős videó itt fog véget érni. Hát egy 7,5 pontos játékot mutattam be. Legközelebb is majd keresek valami jó pofát, viszont addig is várjatok türelemmel, és ezzel most így búcsúzok is, úgyhogy sziasztok!